Szevasztok, Gyupi vagyok, World War Heroes, Tunézia, Time Deed Match. Csapassuk, hát régen volt már videó belőle, úgyhogy gondoltam, csinálok egyet. Nagyon kijöttem a gyakorlatból, úgyhogy losz-losz mondja is itt nekünk, és meg is haltunk. Szóval nagyon kijöttem a gyakorlatból szerintem, és hát igen, ne várjatok már csodát tőlem, megnézzük, hogy mire elég ez a tudás, ami régen volt. És hogy van ennek ennyi élete amúgy, most őszintén? Nem tudom, egyébként olvasgattam csoportokba meg össze-vissza, hogy nagyon sokat csaló a World War Heroes-ba. Nem tudom, nektek mi erről a véleményetek. Hát én tapasztalom egyébként, hogy nagyon könnyen megdöglök, illetve nagyon nehezen ölök. Lehet ezt erre fogni, hogy én vagyok a noob, de lehet arra fogni, hogy csalók vannak köztünk. Na mindegy! Véleményeket kommentbe várom. Ha van. Ha nincs, akkor ne írjatok. Na mindegy, kinek mi. Egyelőre én csalás nélkül játszok, sőt egy-kettőre is. Nem nagyon akarok csalni, vagy szeretnék, mert annak úgy szerintem nincs értelme. Attól, hogy több killt szerezzél, elvegye a játékélményt, szerintem nincs értelme, na mindegy. Kinek mi. Jobb tisztességesen megdögleni. Jó van, jányom, szaladjál. Nem tudom egyébként, hogy lesz-e sűrűn ebből videó. Nem valószínű egyébként. Rengeteg játékot veszek fel, illetve csinálok. Főként ugye Brawl Stars megy a csatornán. Minden második, harmadik videó az. És hát inkább harmadik. Mert úgy tudom, hogy kettő vegyes videó, és a harmadik az mindig Brawl Stars. Úgyhogy inkább az ami nagyobb, jobban megy. Meg az összes többi, ugye? Úgyhogy erre nem is nagyon van kapacitás, illetve erő, meg energia, meg stb. Maradjunk inkább a fegyvernél. Elfáradt a lelkem. Ugye az enemy itt spawnol lefele. Ez igen. Olyan messziről kilőtt, basszus. És ne mondjátok nekem, hogy nem csalt, mikor mennyi volt? Egy lövés voltam neki, vagy kettő. Nagyon durva. Na mindegy. Ezt el kell fogadni. Látjátok, aki most lőtt, ő belém lőtt egy párat. És nem haltam meg. Na mindegy. Ez ennek a távcsöves puska. Régen ez jó volt egyébként. Ha valaki játszik vele, nyugodtan leírhatja, hogy most melyik a jó. Van egy docking. Vagy nő magyar? Doki, ha látod a videót, írd már alá, hogy én voltam. Bár nem magyar klánban van. És hát ki tudja, hogy a... UA, egyenlő láv. És megint az a csávó nyírke, amúgy mindig az nyír ki. Vagy legalábbis az a fegyver. Az lenne most már a menő fegyver. André, visszajöttél? Baszki a nyárat. Ez a sniper. Valami. Kigránátozzuk, kigránátozzuk, srácok. Ú, de jó helyre ment! És be is talált. Beszarsz, nem gondoltam volna. De jó helyre ment ez a gránát. És ráadásul még meg is öltem. Tökéletes. Úristen, 45-44 az állás. 45-45. 46-46. Ez szoros lesz. Ki lesz vajon a win? Ki lesz vajon a winner? Mi vagy ők? Elég szoros a meccs amúgy. 4 kill kell. 4 kill. És én adtam nekik egyet, de valaki szerzett a mi csapatunkból is egyet. Csori jó. 48-48. 50-48. Hú! Hát nagyon fej-fej mellett haladtunk, srácok, de meglett a csapatnak a győzelme, nem az enyém, hanem a csapaté. Én kevésbé jól szerepeltem, hát még ide se kerültem fel. Szóval UA egyenlő szívecske, Doki, ha te itt vagy és nézed a vidit, írd már alá, hogy én voltam. Kíváncsi vagyok, hogy magyar vagy-e, vagy nem. Bár mondjuk használhatnak simán magyar neveket külföldiek, például János vagy Zoltán. Mint hogy mi használunk ugye külföldi neveket. Ez az 310 forintért lehetne gyűjteni befele cuccokat.
Nem költünk játékra, srácok, egyelőre itt van az ID-m, a nevem, a rangom, ugyanaz minden, nem változott semmi, nem játszottam szinte semmit sem. Lehet, hogy fogok vele játszani egy kicsit, de szerintem... Én úgy vettem észre, hogy csalnak. Na, kár ezen szépíteni, meglátjuk, hogy alakul. Mennyit kell itt erre válni? 22 másodperce válunk, 24, 25. Szörnyű, és ott azt írja, hogy 10 másodpercenként azért bejön egy szerver, de hát 30-at váltunk rá. Kamerton, ez sem egy rossz pálya egyébként. Na meglátjuk, mit fog kihozni. Belülünk ez a pálya. Hát ez a sityakos meg mit akar? Mi az a sityakos ember? Azt én nem ismerem. Mi az a sityak? Vagy mi az? Olyan, mint egy sapka. Azt hittem nem dög lesz meg havár. Na mi van mi? Ez velem van. Míg ő nem lehet lelőni a csapattársad. Te viszont nem vagy velem. Megöltem a sityakos embert. Ez jelent valamit amúgy? Most meg a tankban van egy másik sityakos ember. Nem, meg az én sityakos emberem van ott. Ez így nem jó, mert akkor így az enemy látja, hogy hol van. Amúgy. 24 méterre van a sityakos ember. Nem tudom, miért sityakos embernek neveztem, de olyan, mint egy tengerészeti főnösapka, nem? Na, megint ez a sniper fegyver. Még az is lehet, hogy az enemy neve is ugyanaz, nem figyeltem amúgy, gondolom őszintén. Az előző enemit. Sehol senki. Püff! Jó van, jányom. Menjünk inkább erről. Egy kill assist sikerül begyűjteni. Ne dögölj már meg. Én lőttem le, én lőttem le! Ezt meg lelőtt engem. Csúri jó. 10-7-re vezetünk. Vagy itt? Aha, a sityakos ember kié számít, hello. Szóval hiába nyírom ki a kis csicskákat, itt azt számít, hogy ezt a kalapost hányan ölik meg. Magyarán azon a lényeg, hogy bevédeni a saját csapatásodat. És hát a saját kalaposodat. Na, hát... Jobb rájönni később, mint soha. És akkor mennyit kell ebből? 20-at kell kinyílni? Egyelőre jól állunk. Ott van ez. Jó, legalább meghalt. Nem én lőttem le, de legalább meghalt. 14-7, annyira nem állunk rosszul. Ez a nem. Hát, kettő is volt. Gránátot kellett volna berobni. Misi gyakos emberünk be van tolva. Az övék is nagyon jön előrébb. Na! Aztán, hogy visszazumolok, egyből ott jön egy idióta. Nagyon jó. Na, meghalt végre a sityakos emberük. Ott a sityakos? Nem is ember, hanem csaj. És nem is férfi, hanem csaj. Hát nem, a nők is emberek, na. De legalább megölték. Ha-ha-ha! Haver, ha nem látod, hogy itt vagyok. Puff! Az szép volt. Suhantak a lőszerek. Fülünk mellett. Na, genyók. Vége. Victory van ez is. Ez is megvan, srácok. Ezt is megnyertük. Nice. 27-re. És nem kerültem felé, de viszont volt egy disconnected. Ő meg rajta van, a disconnected-es. Érted? Én nem vagyok rajta, aki bent volt végig. Na, mindegy.
Nem számít. Na, én ennyit terveztem volna már a srácok. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor jöhet rá a feliratkozás, illetve a like. Van Discord csoport, Facebook csoport. Linkje lent van a leírásban, akarsz csatlakozni, azt is megteheted. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Legyetek jók, szép napot mindenkinek. Jó munkát, jó tanulást, jó pihenést, vagy ami éppen következik. Szevasztok!